Nyolcadik fejezet. Vadász a magas lesen. A dum-dum ünnep utáni reggelen a törzs lassan elindult az erdőn keresztül vissza a tengerpart felé. Tupla teteme még mindig háborítatlanul hevert ugyanott a földön, mert Kercsak népe a saját halottait nem ette meg. Ezúttal ráérősen táplálékot keresgélve vándoroltak. Bőven találtak káposztalmát és szürkeszilvát, banánt, kókuszdiót és vadananászt, néha egy-egy kisebb emlőst, madarat, tojást, csúszómászót, illetve rovart. A diót erős állkapcsukkal roppantották össze, vagy ha túl keménynek bizonyult, kővel ütögetve törték fel. Egyszer az öreg szabor elől, aki keresztezte útjukat, nagy sietve menekültek fel a biztonságot nyújtó magasabb faágakra, mert bár ő respektálta a majmok nagy létszámban és hegyes fogaiba lévő erőt, a majmok a maguk részéről ugyancsak illő tiszteletet tanúsítottak az oroszlán kegyetlen és vérengző természete iránt. Tarzan egy mély lelógó ágon ült. Közvetlenül alatta ügetett el a méltóság teljes ruganyos testű állat. Tarzan gyorsan hozzávágott egy ananászt az ősi ellenséghez. Az óriás fenevad megállt, majd megfordulva szemügyre vette a fölötte ülő szemtelen alakot. Mérgesen csapkodott a farkával, kivicsorította sárga tépőfogait, óriás felső ajkát felhúzva rémisztőt horkantott, miközben az orra mögött tömött redőkbe húzódott felborzolódott szőre. Gonosz szeme dühött és gyűlöletet lövelő keskeny csíkká szűkült. Hátra csapta fülét és egyenesen belenézett Tarzan szemébe. Harcra kész, fültépő hangon felordított. A lelógó ág biztonságos magasságából a majom gyerek a maga fajának rémisztő üvöltésével válaszolt. Egy pillanatig mindketten csöndben figyelték a másikat, aztán az óriás macska bevette magát a dzsungelbe, amely úgy nyelt el, mint az óceán a behajított kavicsot. Tarzannak viszont nagyszabású terv fogant meg az agyában. Ha képes volt megölni Tublatot, akkor ő tulajdonképpen híres harcosnak számít. Hát akkor majd felkutatja a fondorlatos szabort, és vele is ugyanígy fog végezni. Ezzel pedig híres vadásnak fog számítani. A kis angol szíve mélyén hevesen égett a vágy, hogy mesztelen testét ruhával fedje be, hiszen képes könyveiből megtanulta, hogy minden ember fel van öltözve, míg az apró és óriás majmok meg az összes többi élőlény csupaszon járkálnak. A ruha ennek következtében nyilván a nagyság jelképe. Azt jelzi, hogy az ember felsőbbrendű minden más állatnál, hiszen mi más oka lenne annak, hogy ezeket a rémséges holmikat hordja. Sok-sok holtöltével ezelőtt, amikor még sokkal kisebb volt, Szabor a nőstény oroszlány, vagy Numa a hímoroszlán, vagy Sita a párduc bundájára vágyott, hogy befedhesse szörtelen testét, és ne hasonlítson többé a rémséges Hisztachra, a kígyóra. Most viszont büszke volt sima bőrére, amely arra vallott, hogy hatalmas faj leszármazottja. Egymással ellentétes vágyai közül, hogy mesztelenül járjon büszkén hirdetve így módon származását, vagy alkalmazkodjék saját faja szokásaihoz, és kényelmetlen, rémes öltözéket viseljen, hol az egyik, hol a másik kerekedett felül. Amikor a törzs Szabor elvonulása után folytatta lassú vándorlását az erdőn keresztül, Tarzan elméjét teljesen lefoglalta ellensége megölésének nagyszerű terve. Jó néhány napig nem is igen tudott másra gondolni. Ezen a napon viszont hamarosan egy másik, őt sokkal közvetlenebbül érintő dolog hívta fel magára a figyelmét. Hirtelen, mintha csak éjfél lett volna, a dzsungel zajai elültek, a fák mozdulatlanul álltak a helyükön, mintha egy küszöbön álló rettenetes katasztrófa bekövetkeztét várva megdermedtek volna. Az egész természet némán várakozott, de nem sokáig. Távolról elmosódottan halk, komor zúgás hallatszott, majd mind közelebb jött, és a hangja egyre erősödött. A terebélyes fák egyenként hajoltak meg, mintha egy óriási kéz nyomta volna le őket a föld felé. Mind mélyebben és mélyebben dőltek rá a föld felszínére, és még mindig nem hallatszott semmi más, csak a szél dübörgő, fenyegető zúgása. Aztán a dzsungel óriásai hirtelen kiegyenesedtek, s dühös tiltakozásuk jeléül fülsiketítő hangot hallatva csapkodtak koronáikkal. Fényes, vakító csóva villant elő az odafent gomolygó koromsötét fellegekből. A mennydörgés ágyúrörrenéshez hasonló robajló hangjai ijesztő harci üvöltésként terjedtek tova. Majd ömleni kezdett az eső.
Iszonyú ítéletidő tört rá a dzsungelre. A törzs tagjai a hideg esőtől reszketve a faóriások tövébe húzták meg magukat. A sötétségbe belehasító villámok nyilainak fényébe látták, amint a vihar vadul cibálja a fák ágait. Ide-oda lengeti csúcsukat és meg-meghajlítja a törzsüket. Hol itt, hol ott sújtotta ezer darabja az erdő valamely vénséges fáját a villám. Az óriás fák robbanásszerű halála letördelte a körülötte állók ágait, és földre döntötte kisebbre nőtt szomszédait is. A tomboló szélvész válogatás nélkül törte le a kisebb-nagyobb ágakat, s röpítette a vadul hánykolódó zöld lombok közé. Halált és pusztulást osztogatva ezzel a lenti, sűrűn lakott világ szerencsétlen lakói számára. Az őrjöngő vihar szünet nélkül tartott órákon át. A törzs tagjai mindvégig szorosan egymáshoz bújva reszkedtek a félelemtől. Állandóan attól rettegtek, hogy valamelyik fa rájuk dől. A villámok éles fényétől és a mennydörgés robajától mozdulatlanná dermedve kuporogtak a helyükön, szánalmasan és nyomorultul. Aztán az ítéletidő, ahogy jött, ugyanolyan hirtelen véget is ért. A szél elállt. Kisütött a nap, s a természet újra mosolygott. A víztől csöpögő levelek és ágak, a színpompás virágok nedves szirmai ragyogtak az újra tündöklő nappali fényességbe. És amint a természet megbékélt, megbékéltek gyermekei is. A sürgőforgó élet ott folytatódott, ahol a sötétség és a rémület előtt abba maradt. Tarzan agyába viszont hirtelen világosság gyúlt. Megvolt a magyarázat a ruha rejtjére. Milyen kellemesen érezte volna magát az imént szabor vastag bundájába. Most már ez a gondolat is a kalandra sarkalta. A törzs jó néhány hónapon át a tengerpart közelébe kóborolt, ott, ahol Tarzan kunyhója állt. Tanulmányai lefoglalták a fiú idejének nagyobbik felét, de ahányszor csak az erdőbe járt, mindig készelétbe tartotta kötelét. Nem keveset tett ki azoknak a kisebb állatoknak a száma, akik a gyorsan repülő hurok miatt kerültek kelepcébe. Egyszer a kötél horta a vaddisznó tömzsi nyakán szorult meg. Ahogy szabadulni akart és őrjöngve neki iramodott, lerántotta Tarzant a lelógó ágról, ahonnan tekergő kötelét elhajította. A hatalmas agyarú állat a lezuhanó testzajára megfordult, és mivel csak egy könnyű prédának számító fiatal majmot látott, leszegte fejét és meglepett fiúra rontott. Tarzannak szerencséjére semmi baja nem lett az eséstől, mivel macskamódra kinyújtott kezére lábára érkezett. Ezzel felfogta az ütés erejét. Egy pillanat alatt tarpon tervett, egy majom fürgességével elkapott egy menedéket jelentő alacsony ágat. Épp akkor, amikor horta, a vaddisznó már csak a levegőt találva elrohant alatta. Így történt, hogy Tarzan lassan kitapasztalta különös fegyverének lehetőségeit és korlátait. Az esésnél oda lett a kötele, de tudta, ha szabor lett volna az, aki ugyanígy lerántja a les helyéről, a dolog rosszabbul is végződhetett volna. Akkor a kötél mellett az életével is fizetett volna hibájáért. Jó néhány napjába telt, mire másik kötelet font magának. Amikor végre készen lett, eltökélten indult el vadászni, és zsákmányra lesve helyezkedett el az egyik hatalmaság sűrű lombjai között. Pontosan a vízhez vezető, jól kitaposott csapást figyelte. Számos apró állat haladt el alatta háborítatlanul. Nem ilyen jelentéktelen vadra vágyott. Erős állaton akarta kipróbálni új haditervének hatékonyságát. Végre megérkezett az, akire Tarzan várt. Kihízva és fényes bundával, csillogó szőre alatt hullámzó laza izmokkal megjött szabor a nőstény oroszlán. Nagy párnás mancsa puhán és nesztelenül érintette a szűkös fényföldjét. Fejét felvetve éberen figyelt. Hosszú farka lassan mozogva, kecsesen kígyózott hullámzott utána. Egyre közelebb és közelebb ért ahhoz a helyhez, ahol Tarzan az ágon kuporgott, feltekert, hosszú kötelét tartva a kezében. Rezzenéstelenül, mint a halál, ült a helyén Tarzan. Szabor most odaért az ág alá. Már tovább is lépett egyet, majd még egyet és még egyet. És akkor a csendesen repülő kötél hirtelen elindult. A szétnyílt hulok egy pillanatig, mint valami óriás kígyó lebegett az oroszlán fölött. Majd amikor a kötél suhogó hangjának okát kikémlelve felnézett, megült a nyakán. Tarzan egy gyors rántással szorosra húzta az állat torkán, majd elengedte a kötelet, és mindkét kezével megkapaszkodott a fán.
Szabor kelepcébe került. A rémült fenevad nagyot ugorva be akarta vetni magát a dzsungelbe. De Tarzan nem kívánta ismét bután elveszíteni a kötelét. Tanult a saját kárán. Az oroszlán a második ugrás közben félúton egyszer csak azt érezte, hogy a kötél megszorul a nyakán. Teste megperdült a levegőbe, és nagy robajjal a hátára zuhant. Tarzan ugyanis a kötél végét jó erősen hozzákötözte annak a fának a törzséhez, amelyen üldögélt. Ez idáig tökéletesen bevált a terve. Amikor azonban megragadta a kötelet és két hatalmas ág elágazásánál megvetette a lábát, azt kellett tapasztalnia, hogy a hatalmas, kapálódzó, karmoló, fogával kapkodó, üvöltő és őrjöngő izomkolosztus felhúzni és felakasztani a fára nem is olyan egyszerű feladat. Az öreg szabor roppant súlyos állat volt. Ha megfeszítette hatalmas lábait, legfeljebb maga tántort, az elefánt lett volna képes megmozdítani. Az oroszlán most visszament az ösvényre, ahonnét láthatta az őtért méltánytalanság elkövetőjét. Dühében felüvöltve hirtelen támadásba lendült. Magasra felugrott Tarzan felé. Ám amikor a hatalmas test lecsapott az ágra, amelyen Tarzan helyet foglalt, ő már nem volt ott. Addigra Tarzan könnyedén felszökkent egy vékonyabb ágra, úgy 20 lábnyival a foglyul ejtett őrjöngő állat fölé. Egy pillanatig szabor ott csüngött félig keresztben az ágon. Tarzan közben egyre gúnyolta, és kisebb-nagyobb gajakat dobált a képébe. A fenevad kisvártatva visszaugrott a földre. Tarzan pedig gyorsan ott termett, hogy újra megragadja a kötelet. De szabor most már rájött, hogy csak egy fűből font vékony valami az, ami fogva tartja, és hatalmas fogai közé kapva a kötelet ketté harapta, mielőtt Tarzan másodszor is szorosra húzhatta volna az oroszlán nyakát folytogató húrkot. Tarzan nagyon el volt keseredve, jól kifundált terve dugába dőlt. Ezért az ágon ülve dühösen üvöltözött, és csúfondáros grimaszokat vágott az alatta bömbölő vadállat képébe. Szabor órákon keresztül járkált fel alá a fa alatt. Négyszer is lekushatt, és a feje felett táncoló gonosz manó felé ugrott. De annyi erővel a fák csúcsai között zúgó csalóka szelet is megpróbálhatta volna elkapni. Végül Tarzan ráünt a dologra, és egy utolsó kihívó üvöltéssel, meg egy jól irányzott érett gyümölcsel, amely puhán és ragacsosan locsant szét ellensége vicsorgó pofáján, búcsút vett tőle. Úgy 100 lábnyira a föld fölött gyorsan útnak indult, ágról ágra ugrálva, és rövid időn belül törzsének tagjai közé érkezett. Itt dagadó kebellel és olyan kérkedő hangon mesélte el kalandjának minden kis részletét, hogy még a legmegáltalkodottabb ellenségeit is teljesen lenyűgözte. Kala pedig szabályosan táncra perdült örömében és büszkeségében.